Ma az utolsó magyarországi nagy tájjal fogunk foglalkozni. Az előző órákon ugye megismerkedtünk már a hat nagy tájunk közül, az Alfölddel, a Kisalfölddel, a Dunántúli Középhegységgel, a Dunántúli Dombsággal és a Nyugat-Magyarországi Peremvidékkel, szóval teljesen logikusan nem maradt más hátra, mint a dia első lapján is látható Északi Középhegység. Nézzük, hogy mit kell erről a tájegységünkről tudni. Az Északi Középhegység hazánk legmagasabb tája. Nem is véletlen ebből következően, amiről majd későbbiekben még szót ejtünk, hogy itt található Magyarország legmagasabb pontja is. Nem teljesen egységes a felszíne, ami azt jelenti, hogy a hegységeket folyóvölgyek és medencék tagolják, színesítik. Ennek abban lesz elsősorban szerepe, hogy hova építkeztek az emberek, hiszen ugye nem a hegy hátakra, a hegy tetőkre építkeznek általában az emberek, hanem ahogy ezen a képen is látod ugye ezt a völgyet, amit ugye ide beraktam neked képen, hogy ott lent van a sok-sok kicsi ház, tehát nyilván azok a területek élhetőbbek a hegység vonulatai között, tehát az emberek ide fognak építkezni. Ha megnézed az elhelyezkedését, ugye a baloldali térképen a pirossal jelölt részt, akkor látod, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy ez a terület az Északi Középhegység elnevezést kapta, hiszen Magyarország északi táját uralja, Magyarország északi táján húzódik. A baloldali, a jobboldali képen pedig, ugye már térképen látod, feliratokkal is azt, hogy milyen részei vannak ennek az Északi Középhegységnek, hiszen ugyanúgy, ahogy a Dunántúli Középhegység is ugye több részből épült fel, az Északi Középhegység sem egy tömbből álló hegység, hanem több különböző típusú, méretű, nagyságú, felépítésű hegységből áll. Akkor, hogy melyek ezek. Ha elindulunk bal felül ugye a Dunakanyartól, akkor látjuk, hogy a tagjai az Északi Középhegységnek a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra, a Bükk és a Zempléni hegység, valamint ugye ott látjuk még fönt az Akteleki hegységet is, sőt, szerepel itt egy Cserehát nevezetű terület is, erről is fogunk majd még szót ejteni, de a fő részei azok ezek, a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra, a Bükk és a Zempléni hegység. Látod ezen a térképen, hogy a terület elég gazdag folyóvizekben, hiszen ugye átfolyik a területén az Ipoly, a Galga, a Zagyva, a Tarna, a Sajó, a Bódva, a Hernád, a Bodrog, és ezek csak a legjelentősebb, legnagyobb folyóvizei, számtalan kisebb patak meg vízfolyás található még ezen a területen. Hogyan keletkeztek ezek a hegységek? Alapvetően az Északi Középhegység tagjai kétféle módon keletkeztek. Az egyik mód az a vulkáni működés. Vulk az azt jelenti, hogy ugye itt régen egy vulkán működött, és annak a működése során alakult ki ez a hegység. Ilyen típusú hegységünk a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra és a Zempléni hegység. Ezek mind a vulkáni hegysége. Ezen kívül van ugye még a Bükk és az Akteleki hegység, amelyek nem vulkáni működésű hegységek, hanem mészkőből, üledékes kőzetből felépülő, kialakuló hegységek. A Bükk hegységet, ha már említettük, akkor azt is el kell mondanunk, hogy van itt egy terület, a Bükk hegység tetején egy nagy kiterjedésű sík terület, ez pedig a Bükk fennsík. Ugye itt egy kicsit be is írtam azt, hogy ismétlésképpen mindenképpen ugye említsük meg, hogy a fennsík az a 200 méternél magasabban fekvő síkság. A Bükk fennsík az egy ilyen síkság. Tehát a hegyek között van egy nagy kiterjedésű terület a Bükk hegység tetején, és ez ugye akkor egy fennsíknak tekintjük, ez a Bükk fennsík. Ezen kívül, ahogy már említettem, és a térképen is megnéztük, ugye van a Cserehát elnevezésű terület, nem összetéven
esztendő a cser háttal, itt van egy plusz e oda beszúrva, ez nem hegység, ez inkább egy dombsági, dombos táj, viszont szintén üledékes kőzetből épült fel, mint a Bükk és az Aggteleki hegység. Itt az északi középhegységben található Magyarország legmagasabb pontja. Ez pedig a Mátrában található, mi és a kékes elnevezésű, kékes tető elnevezésű pont, ami 1014 méter magasan van. Ugye látod is egy felülről fényképezett képen is, meg látod azt a nagy követ is, amire ugye ráírták, ami jelzi, hogy ez Magyarország legmagasabb pontja. Tehát ha valaki oda felmegy, akkor ezt a jelzést ott megtalálja. Tehát nagyon fontos ezt megjegyezni, hogy a Magyarország legmagasabb pontja az északi középhegységében, azon belül a Mátrában található a Kékes, ami 1014 méter magas. Ez Magyarország legmagasabb pontja. Ez egyben arra is megadja amúgy a választ, hogy Magyarországon vannak-e magas hegységek, hiszen ugye tudjuk, hogy a magas hegységek 1500 méter fölött számoljuk, ugye, hogy onnan számoljuk a magas hegységeket, mivel nálunk a legmagasabb pont 1014 méter, ezért nálunk ugye csak középhegységek vannak. Ezt ennek tudatával is most már kijelenthetjük. Az északi középhegység éghajlatát, ha megnézzük, akkor megállapíthatjuk már csak a térképre nézve is, hogy ez hazánk leghűvösebb éghajlatú vidéke. Ugye a baloldali térképen láthatod, hogy milyen itt ugye a középhőmérséklet, és hát látod, hogy az északi középhegység területén vannak a legvilágosabb színek, és ugye bizony zöld és kék is itt keveredik bele leginkább, sőt, szinte csak itt. Nem véletlenül, ugye ezek jelzik a legalacsonyabb középhőmérsékletet, itt van a leghűvösebb, itt a legalacsonyabb januárban a hőmérséklet, és júliusban is, ami azt jelenti, hogy a nyár is hűvös, a tél viszont nagyon hideg, általában itt szokott először például havazni. A másik térképen a napfénytartalom megoszlását raktam be, hát ott is látod, hogy ott vannak a legvilágosabb sárga színek, tehát ez a legkevésbé napfényes, legkevésbé meleg területe az országnak. A csapadék térképet, ha megnézzük, akkor ugye azt is megállapíthatjuk, hogy bizony itt egy csapadékos területről beszélünk, látod, hogy ott elég sok a sötétkék folt, és a legsötétebb foltok is ott találhatóak, ami ugye azt jelenti, hogy már éves szinten 700 mm fölötti csapadék esik, ami nem véletlen, mivel ugye a magasság emelkedésével a csapadék mennyisége is nő, ezért több itt a csapadék is. Tehát ugye ezt már ugye beszéltünk erről, meg tanultuk, hogy minél magasabbra megyünk, annál nagyobb a csapadék mennyisége, viszont a hőmérséklet annál jobban csökken. Ez itt pontosan beigazolódik az északi középhegységesben. A hűvös és csapadékos éghajlatnak köszönhetően az északi középhegység hazánk erdőkben leggazdagabb tája. Nyilván ennek kedvez, ennek a kialakulásának kedvez ez az időjárás, ez az éghajlat. A hegységek déli rejtőin azért sok a napsütés, ezért itt mezőgazdaság is jellemző egy kissé, de nem ez a fő profilja a területnek. Ezeken a melegebb déli lejtőkön viszont előfordul, főleg burgonyát és cukorrépát termelnek itt. Ezek azok a növények, ami az itteni talajnak és éghajlatnak a leginkább megfelelnek, amelyek a legjobban növekednek itt, aminek a legideálisabb ez az éghajlat. Ezen kívül akárcsak ugye a már Dunántúli középhegységnél, sőt a mecseknél is tanultak szerint, azt itt is elmondhatjuk, hogy a déli napos lejtők kedveznek a szőlőtermesztésnek, ez szinte vonza magához a szőlőtermesztőket, és nyilván ahol van szőlőtermesztés, ahhoz szinte evidensen kapcsolódik a borászat is, ugye, hiszen szőlőből készítik a bort, és itt az északi középhegység területein is bizony olyan történelmi borvidékeink találhatóak, mint Eger vagy Tokaj, amelyik mindkettő
kifejezetten híres a borairól, a borászatáról. Az északi középhegység területe ásványkincsekben nagyon gazdag volt régen, akár csak a vulkanikus módon kialakult hegységek, akár az üledékes módon kialakult hegységek területein, tehát itt a színes és nemes fémek közül például réz, cink, ón, ólom, aranyércek, ez mind-mind megtalálható volt, ezek már sajnos múlt idő, ezt már csak sajnos múlt időben mondhatjuk, mert ezek a bányák mára már kifogytak. Tehát kibányázták, felszínre hozták azokat az fémeket, színes és nemes fémeket, amelyek itt találhatóak voltak, és hát kiürült ez a terület ilyen tekintetből, és ez a terület iparára is hatással volt, ugyanis az utóbbi években, évtizedekben többek között ennek is, hogy a bányák bezártak, átalakult az ipara. Míg régen ugye a vas és az acélgyártás volt itt a főipari tevékenység, hiszen megvolt hozzá a közelben a bánya és ugye az ásványkincsek, mára ez a termelés visszaesett, szinte megszűnt, és a gyárak többsége, ami erre épült, bezárt. Nyíltak persze új gyárak, ma már leginkább a műanyagokat, festékeket gyártó vegyi üzemeké a főszerep, a vezető szerep itt az iparban. Ezen kívül még fontos iparág itt az északi középhegység területén a cementgyártás, az üveg és a porcelánipar is. Jelentősen városait láthatod a képen az északi középhegységnek, és itt most visszacsatolnék az elejére, amikor azt mondtam ugye, hogy a hegyeket különböző medencék és sík területek szakítják meg. Hát ennek következtében bizony az északi középhegység nagyobb települései, azok a medencékben alakultak ki, valamint még a hegység déli peremén, ugye amiről azt mondtuk, hogy ott azért viszonylag jobb az éghajlat, ugye ott a mezőgazdaság is egy kicsit jobban tud működni, tehát az igazán magasabban fekvő területeken, a hűvösebb területeken kevésbé alakultak ki települések. Na most itt látod a jelentősebb területeket, városokat, ezen a térképen, ezek közül egy párat még megemlíteni. Hát a leginkább ugye Eger, ami a Bükk délnyugati lábánál fekszik, ez egy nagy történelmi múlttal rendelkező város, ugye emlékezzünk ugye csak Dobó Istvánra, ugye, aki az egri várat védte 1552-ben a sokszoros túlerővel támadó törökökkel szembe, többek között ugye a hősegri védőknek állított emléket Gárdonyi Géza az Egri csillagok című regényében. Tehát érdemes megnézni akár az egri várat, de nagyon sok más műemlék is található itt, és ennek köszönhetően, meg ugye annak is, hogy például azért a borászathoz is közel van a különböző központokhoz, a területnek ez a leglátogatottabb idegenforgalmi központja. A másik jelentős város az a megyeszékhely, ugye Miskolc. Ez szintén a Bükknél, csak ez a keleti lábánál helyezkedik el. Amellett, hogy megyeszékhely, nagyon fontos ipari központ, nagyon fontos egyetemi központ, és a hozzá tartozó Lilafüred, tehát a Miskolchoz tartozó Lilafüred nevű hely, egy festői szépségű hegyvidék. Hely, ott fölül látsz róla egy képet felül nézetből, hát ugye gyönyörű, gyönyörű hely.